Idén is megszervezték a jótékonysági óvodabágy Szadán 2015. november 14-én a Faluházban. A rendezvény megnyitóján Oroszi Sándor, Szada nagyközség polgármestere, valamint Vejc Magdolna, a Szadai Székely Bertalan óvoda intézményvezetője üdvözölték a vendégeket. Majd az óvoda dolgozói emléklappal köszönték meg mindazoknak a támogatást, akik évről évre jelentős összeggel vagy rendszeres társadalmi munkával segítik az intézmény működését. Ezt követte az óvónénik vidám táncos műsora, amely már hagyományosan a rendezvény leginkább várt része. Érdekesség volt, hogy az óvónénik mellé anyukák is beálltak táncolni, de gyakorlatilag hasonló rendezzük meg, tehát az egész koreográfia az ugyanaz minden évben. A nagy sikerű táncot az egyik szülő, Kőrösné Vízi Zsuzsanna tanította be a fellépőknek, akik a bál előtt 3 hetet áldoztak a koreográfia begyakorlására. De nem csak a táncos óvónénik és szülők készültek nagy igyekezettel a rendezvényre. Nagy szervező munka előzte meg, az óvónénik elkezdték a belépőjegyeket árulni, a tombolát gyűjtöttük, rendeztük a termet, és készültünk a mai estére, tehát elég sok feladatunk volt. Konyhásokkal kellett egyeztetni a vacsora. Az egyik anyuka, Pénzes Kata, nagycsoportos a kisfia, ő készíti ezeket a házi készítésű csokoládékat, és ő hozta nekünk, és ezzel ajándékoztuk meg a bár résztvevőit. Az asztalon a szülők által készített házi süteményeket szolgáljuk föl a vendégek számára. Az anyukák, nagymamák sütik ezt nekünk erre az alkalomra. Akik nem tudnak részt venni a bálon, ezzel támogatják. A bálon 150 vendég vett részt, és mintegy 60 fő, óvónők, dajkanénik, konyhások és szülők dolgoztak azon, hogy a résztvevők jól érezzék magukat az eseményen. Főleg az óvodás szülőkből tevődik össze a társaság többsége. Ezen kívül olyan régi óvodás szülők, akik szeretnek visszajárni, mert jól érezték magukat annak idején. Ezen kívül baráti társaságok jönnek még el, akik tudják, hogy milyen jó bált szoktunk szervezni, és szeretettel visszajárnak hozzánk, vagy eljönnek, hallják rokonok, vendégek, vagy szülők által, hogy milyen bált szervezünk, és ezért ők is részesei szeretnének lenni ennek a bálnak, és azok jönnek még el. Ezek a jótékonysági rendezvények, estek, bálok, ezek összekovácsolják a közösséget. És a közösség ereje az meghatározó hosszú távon. Most ha ezek nem lennének, akkor nem lenne olyan lehetőség, ami a közösségből fakad. Akkor mindig csak a kormányzati pénz, önkormányzati pénz, központi megoldások. Tehát ez egy közösség formáló dolog, amelynek anyagi vonzata, terméke van, ami pozitív, tehát arra a közösségre, akire szabva van, arra a közösségre nézve ez jótékony hatással van. Egy bizonyos összeget tud magáénak a közösség,
Mindenki érzi, hogy ő tett hozzá, ez nagyon fontos, mindenki érzi, jó szívvel adja, és nemes célokat szolgál. A szadai óvoda tavaly óta két épülettel működik a településen. Az előző jótékonysági bál bevételéből többek között sószobát tudtak kialakítani az új intézményben. A további tervekben újabb fejlesztések is szerepelnek. Gyakorlatilag az elmúlt egy évre azt lehet mondani, hogy teljes egészében belakták az új óvodát. Azt nem lehet soha mondani, mint ahogy egy családi házasra, hogy teljesen elkészült. Mindig vannak új ötletek, mindig vannak új kezdeményezések, mindig van lehetőség a terjeszkedésre, mindig van lehetőség a minőség javítására. Ha most más nem mondok, ugye az önkormányzat lehetőségei biztosítottak külön több teret az óvodának. Na most az óvoda közössége az egy rendkívül jól szervezett közösség, és meglátta a lehetőséget, kihasználja. Már van elképzelés, hogy ezen a szabad területen mit fognak megvalósítani. Ezt az óvodához csatolják. Tehát gyakorlatilag maga a törzsépület, azt mondom, hogy 100%-osan be van lakva, de mindig tudunk hozzáadni egy-egy pozitív részt, ami új, ami szolgálja a gyerekeinket. A bál bevételéből tavasszal szeretnénk a lenti tagovodában, a tagintézményben egy olyan hintázó udvart a gyerekek részére, amit fészek hintának hívnak, tehát sok gyerek fog együtt majd tudni hintázni ebben, mivel elég kicsi az udvarunk és hintánk nincs a lenti intézményben, ezért szeretnénk oda egy hintás udvart. Ide föntre pedig szeretnénk egy kresszpályát a gyerekeknek, a nagyobb gyerekeknek, mert a fönti központi óvodában nagyobb gyerekek járnak, és nekik pedig szeretnénk a közlekedést, hogy jobban megismerjék, egy kresszpályát készítetni majd tavasszal szülői segítséggel. Hát a költségvetésünket még nem tudjuk, hogy mennyi lesz, de körülbelül én úgy taksálom, hogy ez a két program olyan 1,5 millió forintot fog majd felemészteni. Ebből az adó 1%-ából már kaptunk 900 000 forintot, és most gondolom, hogy a bálból a többi 600 000 forintot pedig össze tudjuk hozni, hogy meglegyen a költségvetésünk tavaszra. Hát ezt szeretnénk megvalósítani. A tombola sorsolás természetesen idén sem maradhatott ki a szadai jótékonysági óvodabál programjából. Nagyon sok tombolát kaptunk ebben az évben is, főleg a szülők által, tehát ők hoztak, azon kívül megkerestük a szadai vállalkozókat, a veresegyházi vállalkozókat, a gödöllői vállalkozókat, és tőlük is gyűjtöttek a szülők tombolát, rengeteg tombolát kaptunk, és remélem, hogy mindenki fog nyerni. A képviselőtestület ajánlotta föl idén is a fődíjat, minden évben már hagyomány, hogy ők ajánlják föl. Egy háromnapos wellness hétvégét ajánlottak most idén föl a nyeremény fődíjaként. Az est folyamán a remek hangulathoz ezúttal is a Garai Trió szolgáltatta a talpalávalót a vidám vendégseregnek. Harapok egyet a lángosba, a szekér háton a városba. Yeah.